Totally Spies, a született kémek. Sziget Hawaii-nál reggel 7 óra 59 perc. Itt John Paley professzor, képes napló csütörtök reggel 8 óra. Ezt nem értem. Minden vulkanológus szerint ez egy alvó vulkán. De ha ez igaz, akkor miért? Ah! Mi a csoda? Ördög és pokol! Nyaralás. Beverly Gimnázium, reggel 9 óra 00. Ez tökéletes befejezése volt az eddigi legnehezebb küldetésünknek. Igen, azután, amit átéltünk, a suli kis miska lesz. Még jó, hogy holnap lesz a nagy bál. Már alig várom. Még ne pihenjetek, lányok! Ma van az atlétikai verseny, és mivel ti benne vagytok a csapatban, nagyon örülök, hogy én nem. A verseny! Elfelejtettük! Szemháza, este 6 óra 00. Remélem, holnap tudok majd mozogni, és remélem a táncolás elfeledteti majd velünk a mai csőttömeget. Ne beszélj táncolásról, Alex. Fáj tőle a lábam. Inkább pihenjünk. Igen, pihenés. Nos, kösz, hogy beugrottatok, lányok. Nem, mintha önként jöttünk volna. Jerry, mondd, hogy viccelsz. Épp most értünk vissza életünk legnehezebb küldetéséről. Készen vagyunk. Beadjuk a kulcsot. Nyugi. Micsoda, amikor újabb feladatot akarsz nekünk adni? A feladat a pihenés lesz. Nem tudunk titeket használni, ha fáradtak vagytok, úgyhogy nyaralni mentek. Tessék! Hadd találjam ki, ez egy golyóálló mellény, amit szabadulásokhoz használhatunk. Nem, az egy törülköző, amivel megszárítkozhatsz úszás után. Há, igen, fogadok, hogy ez egy fúró és robbanógél falledöntéshez. Nem, napernyő és naptej, hogy le ne égjetek. És mielőtt megkérdezed, az pedig egy orrcsipesz az úszáshoz. Itt egy vészfelszerelés óvatosságból, de nem lesz rá szükség. Hadd kérdezzek valamit. Nyaralni küldesz minket, hogy kikapcsolódjunk? Hawaii jó lesz? Hát, talán túl jó lesz. És még egy kérdés. Mikor indul a repülőnk? Egy perc múlva. Lépjetek be. Ez a lift egy kicsit kicsi. Ez viszel a repülőhöz? Á, nincs repülő. Egy utazó lövedék sokkal gyorsabb. Jó utat, hölgyek! Hello, Julie vagyok, a Whoop utazási ügynökötök. Biztosan Sam, Clover és Alex vagytok. A nyaralásatok csodás lesz! Julie, tudsz egy kicsit normálisabb lenni? Ezt nem hiszem el! Tényleg Hawaii-on vagyunk! Ez volt álmaim, ne továbbja! A strandon hulatáncolást tanítunk. Ha úgy megszabadulok tőle, akkor itt maradok.
Az én táncom a taualunga. De le is pihenhettek, és élvezhetitek a napot. Ezt már jobban szeretem. Én szórakozni akarok, majd holnap, amikor ott leszünk Beverly Hills-en, az ultrahangos zóna koncertjén. Hoppá! Eldőlt a szörföm, bocs. Az én nevem Alex. Te ki vagy? Cory. A vulkánokat tanulmányozom itt a professzorommal, ami tök jó dolog, mert Hawaii álmaim ne továbbja. Tényleg? Az enyém is? Nagyszerű. Igen, imádom a kaját, az embereket, a zenét. Bár nem szeretem a hula táncot. Nem? A kedvenc táncomról valószínűleg sose hallottál. A neve Taualunga. Az nekem is a kedvencem. Nekünk találkoznunk kellett. Ki a kedvenc együttesed? Nehéz kérdés. Sokakat szeretek, de az abszolút kedvencem az ultra hangos zóna. Később van valami dolgod? Nincs. Paley professzor föl akart vinni a táborába, az alvó vulkánra, de nem jött értem. Hey, akarsz szörfözni? Persze, tudod, nekem a szörfözés az életem. Várj, szólok a barátnőimnek, hogy elmentem. Clover, van egy perced? Mondd el, hogy kell szörfözni. Cory, mekkorák lesznek a hullámok? Hát 3, vagy 4. Méter? Emelet. 4 emelet? Indulás! Fantasztikus! Gyere, Alex! Cory, bevallok valamit. Én még sosem szörföztem olyan hullámon, ami nagyobb volt 2 méternél. Oké, várj, Alex! Cory! Sam! Clover, segítség! Clover, segíts gyorsan! Vigyetek le innen! Jövünk már, Alex! Szállj be! Megsérült valaki? Kritikus hajtöredezettséget szenvedtem. És Cory eltűnt. Ott állt és eltűnt egy tűzfelhőben. Olyan volt, mint egy vulkánkitörés. Ez nem homoknak tűnik. Mert obszidián, vulkánikus üveg. Van valami, amit te nem tudsz. Cory azt mondta, a professzora nem jött érte, amikor a vulkánt akarták tanulmányozni. Azt mondod, összefüggés van az eltűnt professzor és Cory eltűnése között? Rossz érzésem van. Felhívom Jerryt. Jerry, Sam! Halló? Halló? Halló, Sam! Ott vagy? Nem hallom. Sajnálom. Felejtsd el, a telefonod vizes lett. Megpróbáljuk a miénket. Hát, ha van valami a táskánkban, amit használhatnánk. Komputeres kémkézi könyv. Írd be, hogy vulkán, nézzük meg, mit dob ki. A WUP vulkánkutatást végez Izlandon. Talán ők többet tudnak. Izland? De ott mindig hideg van. És segítenünk kell Corynak. Alexnek igaza van. Utána kell néznünk a dolognak. Hello! Julie, Izlandra kell mennünk. Ó, semmi gond. Megszervezem. Ha nem hagyja abba a vigyorgást, én... Már megint! Megvakarná valaki a nyakamat? Vedd ki a lábujjad a szememből! WUP Laboratórium, Izland, délután 2 óra 15 perc. Ez nagyon hideg!
Mit kerestek Izlandon ilyen ruhában? Megbeszélhetnénk ezt egy forró, hatalmas, zsírmentes teljes kávé mellett. Dr. Sorenson, tudni szeretnénk, hogy jelentettek-e vulkánkitörést Hawaii-ból? Igen, egyet tegnap és egyet ma reggel. De egy alvó vulkánról volt szó, hamis riasztásnak gondoltuk őket. Ha lett volna kitörés, hallottunk volna róla munkatársunktól, Paley professzortól. Paley professzor? Ő tegnap eltűnt. És a helyes segédjének, Corinak ma reggel veszett nyoma. Most már látom, hogy valami gond van a rendszerrel. Biztos, hogy a kitörések nem valódiak? Kicsikén. Ha az összes vulkán egyszerre törne ki, hatalmas pusztítás történne a Földön. Akkor Hawaii biztonságos? Hát nem mondanám, ha emberek tűnnek el ott. Csak nem akartok visszamenni. Nem látom nyomát Paley-nek. Lehet, hogy hazament. Várj csak! Látok ott valamit. Mintha szemüveg lenne. Vigyázz! Most az adósod lettem, Clover. Minden rendben odalent. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan visszakapom. Haza biztos nem ment. Ezt nem hagyta volna itt. Nézzétek, egy kamera! Hé, filmezzük le magunkat! Ne! Lehet, hogy van rajta valami. Tekerjük vissza és nézzük meg. Ördög és pokol! Volt kitörés. És Paley professzor eltűnt, mint Cori. Egy gond van, Alex. Ha ez itt olvat lába volt tegnap, akkor hogy lehet, hogy a sziklák most is ugyanolyanok? Hadd nézzem! Alex, menj oda! Pont itt állt. Pontosan. Látod a repedést, ha-ho? Ez nyilvánvalóan egy csapda. Cori, jól vagy? Alex, menekülj, mielőtt elkapnak téged is! Betolakodom! Visszajövök érted, Cori! Itt a vulkán közepe! Úgy látszik, az a lézersugárod középen forrásban tartja a lávát. Ez a hely biztos összeköttetésben áll más vulkánokkal. Micsoda szörnyetek találhatta ezt ki? Ez én lennék. A nevem Dr. Hephaestus. Foglalkozásom világromboló. Sajnálom, ha megijesztettelek. Utálok embereknek bemutatkozni. Jöjjünk be még egyszer, fölülről! Hé, megállni! Hogy meri elrontani a vakációkat? Tegye le azt, mielőtt valaki megsérül. Mondjuk maga! Vigyázzat, lányok! Az én arcomat is egy vulkán tette tönkre. Ez lesz a ti sorsotok is. A gépem minden vulkánt kitörésre tud kényszeríteni. És ha a földet láva borítja, majd mindenki olyan lesz, mint én. Doki, én biztos vagyok benne, hogy a plasztikai sebészet csodákat tenne. Én megértem, a múltkor volt egy pattanásom, és tök undok voltam. Az igaz, de mi akkor is szerettünk. A gonosz terve nem fog sikerülni, Hephaestus. Legalábbis, ha rajtunk múlik. Nagyon rossz helyzet, 5:00. Gondolom, nincs mit mondanunk. Majdnem belelógunk a lávába, és a forró levegő tönkre teszi a hajamat. Forróság? Lehet, hogy száraz a rádióm. Jerry? Jerry? Na, mindegy. Sam hívja a Dr. Sorensont. Sam, jól vagytok?
Nem egészen, doktor S. El tudná érni Jerryt? Nagyon sok dolgom van. A Föld minden vulkánja kitörni készül. Tennünk kell valamit. Olvat láva fogja betakarni a Földet. Nem beszélve a hajamról. Alex, add ide az orcsipeszt. Gyerünk, cowboy! Kapjátok el! Tudtam, hogy ez lesz. Három felé! Ki akarom engedni a barátaimat? Itt vannak, nálam vannak a kulcsok. Meg kell állítanunk a vulkángépet. Ki kell kapcsolnunk. Igen. A lába már majdnem itt van. Jön a lába! Hé, fokhagyma szagot érzek. Csípős, nagyon forró, de biztosan nem láva. Ez chili szósz. Így van, hölgyeim. Hefesztusz! Nincs Hefesztusz. Jerry! És az őreid valójában vuppügynökök? És Corri igaziból... Randa? Nem akartad megsemmisíteni a világot? Mi folyik itt? Minden a teszt része volt. Semmi sem volt igazi. Semmi. Ez a művulkán régen egy bűnöző rejtek helye volt. Most minden évben itt tartjuk a kémtesztünket. Minket vizsgáztattál? És átmentünk? Nem. Megfulladtatok, mielőtt megmentettétek volna a világot. Most újra kiképzésen kell részt vennetek. Corri! Te tudtál erről? A nevem Mori, nem Corri. És a kedvenc táncod nem is a Taualunga? Bocs, de poloska volt a hátizsákodban. Nem szeretek táncolni. De hát mi ez, Jerry? A folytatás? Nem, ez igazi. Remek, elszúrtuk az atlétikát, beleestem egy rémbe, és most ez... Van egy igazi vulkán az álvulkán alatt, és ki akar törni? Azt a követ nem tudjuk elmozdítani, csapdában vagyunk. Vigyázzatok! Ez igazi láva! Az élet iróniája! Vigyázz! Bárcsak ki tudnánk repülni! Ez az! Alex, az ejtőernyőd itt van a táskában, ugye? Igen, de mit csináljuk vele? Készítsünk hőlégballont! A repedés fölött fölfújódna! Bízd csak rám! Mindenki kapaszkodjon! Megmenekültünk, hála nektek! Nagyon találékonyak voltatok! Még mindig megbuktunk? Nem, átmentetek. És nem is akárhogy. Jó, akkor mikor megyünk végre nyaralni? Hallottam már két arcú fickókról, de Mori mindenen túltett. Felejtsük el Hawaii-t és táncoljunk. Kíváncsi vagyok, mi lesz a díszlet. Wow!
ezek milyen szánalmasak! Magyar hangok. Zsigmond Tamara, Simonyi Piroska, Csondor Kata, Púri István. Magyar szöveg Barabás Orsolya. Hangmérnök Heisler László. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.